Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem a Mob Armoros mod bemutató második részével. Az előző rész hatására nagyon-nagyon sokan feliratkoztatok, plusz nagyon-nagyon sokan lájkoltátok, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, remélem ez is hasonlóan tetszeni fog nektek, és erre is nyomtok majd egy lájkot, plusz aki új lenne a csatornán, az fel fog iratkozni. Előre is nagyon szépen köszönöm. Ugye több mint 15 000-en lájkoltátok, amit én nagyon-nagyon szépen köszönök nektek, ezért eljött a következő rész, amiben ugye bemutattam az elsőben ezeket a dolgokat, ellenben még maradt hátra nagyon-nagyon érdekes dolgok, ebben a videóban ezeket fogom bemutatni, ezt a 4 fülnyi nagyon menő dolgot. Szóval ja, lássunk is hozzá szerintem, mit szóltok hozzá. Ez milyen jó rémelt. Kiraktam néhány érdekes dolgot, ezek közül választottam olyan dolgot, amik nagyon jól néznek ki, és szerintem különlegesek lesznek. A Creeper, a mai szemtanúk ebben a videóban, rajta fogjuk tesztelni a dolgokat, mert ugye nappal nem ég el egyáltalán. Például itt van nekik az Iron Smacker. 12 attack damage-e van, verjünk rá egyet, srácok. Mi? Azt a... Nem is gondoltam, azt hittem azt, hogy csak simán megölöm. Azt a rohadt, ez mennyire menő, srácok. Most is arra kérek majd titeket, mint hogy szokott lenni, vagy hát az előző részem volt, hogy a kedvenceteket majd írjátok rá, ez már most elsőleg, ez nagyon menő szerintem, ez nagyon-nagyon tetszik. Szóval kommentben jelezzétek a kedvenceteket, most üssünk el 3-at. Ez mennyire menő néz ki, srácok, ez iszonyatosan jó, ez tetszik. Ezt nem is dobom ki, hanem berakom ide fölülre, ezt elmentem. Jöjjön a következő, a Blaze Hammer, ez vajon mit csinál? Na, kiment a kezemből, üssük meg! Azta! Azt hittem ez csak simán megöli, na mindegy, rakjuk le, ez milyen messzire, ugrásból nézzük meg, srácok, így! Azta, ez mennyire jó! Igen, srácok, ez is ilyen kísérlet jellegű videó lesz, direkt szórakozunk egy picikét, lesz, hogy kísérletezünk, hogy erre mennyit sem, ez úristen, szegény madár, még az utolsó repteit megcsinálta a levegőben, szóval kísérletezni fogunk, hogy ez mennyit sem, ez anya mennyit sem, és a végén kiderül az, hogy melyik lesz a kedvencünk. Flame Bone Blade. Ez mit csinál? Meggyújtja a Creepert, vagy csak 9 attack damage-e van, és valamit csinál, de szerintem meggyújtja a Creepert annyi, hát ez nem egy nagy durranás, de jól néz ki cserébe. Szerintem ez marha jól néz ki így a kezünkbe. Ohó, a következő a Blaze Bomb. Dobjunk egy Blaze Bombát, szerintem ki fog gyulladni egy kicsit. Hozta? Nem is olyan kicsi terület gyullad ki. Ez mennyire jól néz ki, srácok. Ez olyan, mint a TNT. Csak hát az a dinamitos TNT, a TNT modból. Hát ez marha, hogy ezzel milyen hatékonyan lehet rombolni a pályát, srácok. Szerintem én nem akarom előre mondani, de szerintem ez lesz a kedvenc ebben a videóból. Mennyire jól néz ki. Azta. Így kell, srácok, bányászni. Nincsen mese, most dobálok előttem blaze gránátokat. És már egy ekkora kis lyukat csináltuk, meséltük az új metrót Magyarországra, tök jó. Ha már néztünk fegyvereket, nézzünk egy kis páncélt is, mert még ezeket én sem láttam. Ice, Blaze, cucc, mi a fene, nincs is Iceball, Blaze, vegyük fel a cuccokat. Azta! Ez tényleg a Blaze, csak simán jeges Night Vision, Speed, Jump Boost, plusz Water Breathing. Azta! Ez nagyon jól néz ki, nem tudom, hogy vagytok vele, de ez tetszik. Ez ilyen különleges mob. Infernal cuccos, ez mi? Hogy ilyen nincs a Minecraft-ban, szerencsére az biztos, ez azta. Night Vision, Speed, Health, Jump, Regeneráció, Resistance, plusz Fire Resistance. Hát szerintem ez a legkirályabb páncél, halljátok, nem is az Ender sárkányos. Ez mennyi mindent ad? Hát ez marha jó, mekkorát tudunk benne ugrálni. Elméletileg ez a witch ruha, hát szerencsére nem ilyenek a witchek a Minecraftban, srácok. Enyhén félelmetes, valljuk be, de elég jó dolgokat. Milyen durván néz, és mi? Megsebződtünk magunktól? Fölvettem Steve-nek a cuccaid, plusz Herobrine fejét, és nézzétek meg, mennyi dolgot kaptunk. Ez a legerősebb dolog, halljátok szerintem a Minecraftban. Night Vision 3, Speed, erősség 4, nem 10, amit mondtam a másik videóban. Health, Jump, Regeneráció, Resistance, és mind 3-as szintű, meg ilyenek. Ténylegesen, srácok, egy gombnyomással felveszünk ezeket a dolgokat, és mi lehetünk mi, Herobrine, maga a játékban. Ki is próbálom, hogy megütöm a csirkét, és mennyit se, csak egyből kézzel megütöm, és meghal a csirke. Hát ez durva. Srácok, én csak annyit mondok nektek,
hogy Herobrine-ként plusz ezzel a Wizard cuccal le fogjuk győzni a Withert. Nem tudom, hogy menni fog-e, de próbáljuk ki. Jó, leszpawnoltam, átmegyek Game Mode 0-ba. Úristen, mennyi életünk van. Ajaj, de egy kicsikét éhezünk és nem regenerálódunk. Ajaj, srácok, vagy a Herobrine vagy Wither győz. Ez fogalmam sincsen. Úristen, milyen gyorsak vagy. Én úgy érzem, hogy el tudjuk kapni. Gyertek, srácok! Mennyire király Herobrine-ként lenni? Ajajajajaj. Azért sebez egy kicsit ránk, de nem baj. Mi vagyunk, srácok, Herobrine. Biztos nem fog minket legyőzni. Azta. Ez mennyire jó. Föl tudunk hozzá ugrani, srácok. Ez marha jó. A legjobb küzdelem, amit csináltam eddig szerintem életemben. Gyere! Elkaplak, akkor is csak nem bírlak. Olyan magasan szállsz. Jó, megvagy. Megvagy. Még egyszer megütöttek. Ennyi. Azta! Herobrine-ként legyőztük a Minecraftot a nagyon-nagyon könnyedén. Srácok, ez marha jó. Ez remélem nektek is tetszik. Imádom ezt a skint. Arra kérlek így a videó közben, srácok, hogy ha tetszik a videó, akkor légy szíves, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, mert ez egy tök jó visszajelzés nekem. És hogyha újak lennétek a csatornán, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmi jóról. Bemutatom nektek a gyémánt gólemet. Night Vision 3, Slowness 2 Health és ugrás, plusz még Water Blessing is van alatta. Milyen közelre ment a kamera. Most tényleg ez egy gólem, csak gyémántból van, nagyon jól néz ki. Srácok, vannak itt még dolgok, például felpróbálják ezt az obszidián cuccot, de most észrevettem, hogy itt vannak még nagyon durva dolgok, például Diamond Swagger, nézzétek meg, 14-es damage van, de ez semmi, mert itt van ez a Dragon Overlord's Hammer 150-es damage-el. Szerintem, srácok, lassan vége a videónak, ezért bemutatom a világ legdurvább kombinációját. Ezeket most így bemutatom gyorsan, de látjátok, hogy mind bénább, mint amit most fogok nektek így a videó végére. Itt meg semmi érdekes nincsen, szóval nagyjából végigjártuk ezt a modot, de most a tökéletes fegyvert bemutatom nektek, ami nem más, mint hogy beöltözünk Herobrine-nak, és ezen kívül a kezünkbe vesszük a mérhetetlenül erős fegyverünket. Én azt mondom nektek, srácok, hogy újra öljük meg a Withert ebben az iszonyatosan durva szedben. Ettől erősebbek az életben nem lehetünk a Minecraftban, de gyorsan regeneráljunk, mert meg fogunk halni. Kérlek, regelj egy kicsit. Itt van a sárkánynak a nagyon durva fegyvere. 150 damage-et ad nekünk. Hupszik, egy kicsikét ránk robbantott. Öljük meg megint a Withert úgy, hogy Herobrine-ok vagyunk. Gyere, Withert, remélem együttés leszel, vagy hát fogalmam sincs. Gyere. Légy szí, és elkaplak úgy, hogy ténylegesen egy ütés volt. Na ne. Zombie Villager Overlord. Azta. Ez meg mi a fene? Ilyeteket tudunk leszpawnolni. Azt mondom nektek, srácok, hogy spawnoljunk le egy 20-at, és nézzük meg, hogy ki az erősebb. Mi ezzel a cuccossal, avagy ők. Bár fogalmam sincs, hogy ki fog nyerni. Fogalmam sincsen. Gyertek haverkák, üssetek meg. Hopszika. Hú, az anyád, de kevények vagytok. Óha, már levittetek félszívet, amit fel is regeltem. Azta. Hűha, na jó, erre nem számítottam, srácok, ebbe valószínűleg belehalok. Nem. Semmit nem sebzett? Úristen. Mennyire jók vagyunk, srácok, ebbe a szedbe. Hát mi vagyunk Herobrine, ez természetes. És mi is? Akkor gyertek, haverkák, ti is fellögtetek az előbb. Azt hittétek, hogy csak így elbánhattok velem, mi? De simán leérkeztem vissza hozzátok, és szétszedek mindenkit. Imádom, srácok, ezt a modot. Na hát, srácok, ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy nagyon-nagyon élveztétek, imádtam ezt a modot, annyi menő dolgot tartalmaz, ezzel még akár egy survival-t is lehetne indítani, hogyha lehetne crafton, és remélem lehet ezeket a cuccokat, én nagyon remélem, hogy velem együtt élveztétek ezt a két darab videót, hogyha nem láttátok az előzőt, nyugodtan nézzétek meg, ott lesz gondolom a videó alatt valamennyivel. Szóval, srácok, ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy élveztétek, hogy így volt, dobjatok egy hatalmas nagy lájkot, és hogyha még nem lennétek feliratkozva csatornára, az rögtön tegyétek meg, hogy ne maradjatok semmiről le, és csatlakozzatok a sajtok közé. A következő videóban találkozunk, legyetek jó, na sziasztok, sajtok!